Hát üdv mindenkinek, a mai napon jött meg kérem szépen a Beholdertől 20 darab a legújabb karácsonyos kiegészítőből. És a kérdés az az, hogy még? Nincs? Nem ez a kérdés. A kérdés az az, hogy van-e benne útraritka. Ugyanis a szabály az egyenlőre úgy néz ki, hogy 0,5% esély van arra, hogy valamelyik csomagban legyen útritka lap. Én eddig általában 10-et szoktam venni, most vettem 20-at, senki nem mondhatja, hogy nem adtam meg az esélyt. És most igyekszünk útritkát bontani, megnézzük a lapokat. Milyen lapok vannak? Hóember, Vasjona. Melyik a ritka? Ez. A boldogság ünnepe. Ez a ritka, és bízunk benne, hogy egyrészt meg lesz a szett boldogság ünnepe. 20-ból valószínűleg meg lesz. Zsoltika, meg kibontani se tudsz egy csomagot, öcsém. Hú. Haha! Ebben nincs útra, általában arról volt, hogy így kell középen lennie. Úgyhogy ezt egyenlőre ide helyezzük, és utána folytatjuk itt a... Ezt kidobjuk, sajnos ez nem nyert. Következő. Hát ha... Ez esély. Komolyan mondom, annyit felbontottam már, hihetetlen mennyiségű kártyát már felbontottam, és egyszerűen nem bírok felbontani egy dobozt. Nem, ebbe sincs útritka, de ilyen nincs, ilyen nincs, ilyen nincs, ilyen sincs még. És folytatjuk. Bízunk benne, hogy majd most. Nekem mindegy, mikor csak az utolsónál is jó lesz. Komolyan mondom, hihetetlen, nem bírok felbontani egy zacskó dobozkártyát. Hát ebben sincs útritka. Oda. Törpecsávó. Mindjárt meg lesz a szed. Ezt jó bezárták, az biztos. Ebben lesz az útritka, én érzem. Mondjuk van egy ritkánk, ez egy haladás, ez már jó jel. Sőt, van már pirosunk is. Ebből megvan a szed. És ilyenkor már eljön lassan az az idő, hogy komolyan mondom, rossz nézni mi. Megharcolok érte. Ja, ez a törpe, aha, nézem, mi 11 kártya van. Hát ebben sincs útraritka. Ez sem az. Viszont ez már a második ritkánk, úgyhogy ez már így egész jó. Már majdnem szed, az már majdnem szed. Na gyerünk. Egy új Fairlight bölcsessége, hölgyeim és uraim! Kérem szépen, megérte megvenni? Megérte megvenni? Egy új Fairlight bölcsessége. Hát ez így rakjuk középre, mert ez olyan jó néz ki. Ha-ha-ha-ha! Jó! Ez már fölös. Ez már fölös. Az nem fölös. Az biztos, hogy nem az. És ebből... Hol van? Itt van. Ó, kérem szépen, egy Fairlight bölcsessége kiesett az a tasakból. Na, ó, szeret engem a jó Isten. Hát azért csak neki szolgálunk. Jó, ez nem nyert, de ezek jó lapok, ez fölös. Ez már fölös. Hó, ember, már ebből is megvan a szet. Ó, kérem szépen. Ezt így, hogy jól látszódjék, hogy itt van. Következő útra itt a következik. Nem. Rém, mi ez? Rémszarvas. Ebből megvan a szett. Ebből is megvan a szett. Ó, kérem szépen. Megérte felkelni reggel. Na majd most. Nem, megvan a három. Aha, ez haladás, ez nagyon jó, sőt, meg a fenyőóriás is. És úgy látom, már csak ez a zöld mókus kell, hogy meglegyen a... Ja, meg ilyen rémszarvas. Rémszarvas. Kérem szépen, a negyedikben már jött egy útraritka lap. És most... Nem. De van, megvan a rémszarvas gyűjtemény. És most már úgy látom... Aha! Most már minden kártya fölös, úgyhogy már csak az UR-ek. Ebben 4 UR fog következni, hölgyeim és uraim. Érezzem az energiát a levegőben. Nem, nincs energia a levegőben, de ritka sincs benne. Nem baj, jó lesz majd. Csereberélni, jó lesz. Ez így. Csináljuk ennek helyet. Jaj.
ez jól esett, ez eddig jó volt, a semminél már több, a valaminél kevesebb, de a... Na, még egy UR-t. Nem nyert. Nem baj, ritka sincs benne. Nem baj, most meg vagyunk elégedve eddig a nappal. Kérem szépen, 6400 forintot fizettem érte, postázással együtt, szerintem megérte. Nem jó. Nincs benne ritka, de... Jó lesz majd cserélnek, meg nyereménynek a gyerekeknek. Kis versenyekre, így van? És majd most? Nem, és ritka sincs benne, de nem. Ugye ez a ritka, amit sárga a jel. Most éppen az ünnep nyugalma, és jó volna azért még cserébe egy-két ünnep nyugalma. Csoda. Érezzük benne az energiát. Ünnepnyugalma. Kérem szépen. Ebben ma van egy fölösünk. Ez nagyon jó. Mintha itt, nem is tudom, Black Lotusra várnék, komolyan mondom. Tisztára olyan a hangulat. Tépik egymás az idegszálak a fejemben. Ez az? Nem. De nem baj. Ez egy jó kis kártya egyébként. Nekem ez tetszik. Börtönbe jó lesz az, adja a kezünkbe a hármasával lapokat. Főleg egy, ez nagyon jó kombó, mi az, amely gyűjtőből kijátsza a piros lapokat? Gyorsan akartam mondani. A Varka udalt rágya, az egész jó kis kombó. Kidobom, kapok a kezembe megint. Három darab jó kis lapot. Nem nyert hangszűrőt, de jó lesz ez. Még kettő van itt, hölgyek és urak, még kettő. Na, melyikkel kezdjük? Kezdjük ezzel, ebben. Ebben. Abban érezzük az energiát, úgyhogy ebben. Nem. Ezért van a másik, és én érzem. Én érzem. Valamit érzek a levegőben. Nem. Nem. Majd ez. Nem. Nem. Nem baj. Hölgyeim és uraim, kéne szépen, ez szerintem rendkívül megérte ez a kis bontás. Nagyon-nagyon egészséges kis bontásunk van. Ez jó lesz majd. Jó lesz majd nyereménynek a srácoknak a versenyekre. Enyhe lapmennyiség. És nagyon megérte, nagyon szépen köszönöm a Beholder Kft-nek azt a lehetőséget, hogy kaptam tőlük egy fellett bölcsességet. Mit csinál ez? Ajaj, ez az újabb verzió. Aha, nekem ebből van régi három, de már... Na, hát, köszönöm szépen! Szép napot!